Mielőtt a mérkőzésről kérdeznélek, először légy szíves, mondd el nekünk, hogy mi van Völgyivel. Hát felszakadt az orrán a bőr, vérzett neki, megszédült, valószínűleg volt egy kisebb agyrázkodás, nem, ezt nyilván majd az orvosok megállapítják, de a mérkőzés második fél idejében már ott volt a kispadon, normális állapotban volt, nyilván nem kockáztattuk, hogy visszaküldjük a pályára, de ha minden igaz, akkor nincsen komolyabb baj. Igazi rangadó volt ez a javából, az első percről az utolsóig, végig kiérezett, volt 6-7 pont különbség, mind a két oldalra, mindkét csapat visszajött, és itt a végén tényleg csak mondhatjuk azt, a szerencse döntötte el ezt a találkozót. Hogyan láttad, hogyan ítéled meg a csapatod játékát, illetve a Jászberényt? Azt gondolom, hogy ez, amit mondtál, ez igaz, ez vérbeli rangadó volt tényleg annak minden elemével. Hát mi egy nehéz sorozatból jöttünk, igazándiból azt gondolom, hogy így is jól felkészültünk a Berényből. Tulajdonképpen Marci kiválása után igazából felborult egy picit a rotáció, illetve Kovács Soma és Virtádi sem tudott ma pályára lépni, úgyhogy a végjátékok, amik eddig a mi javunkra dőltek el, most ott volt pár hibánk, igazából jó dobóhelyzeteket kialakítottunk, jó dobásaink voltak. Nyilván itt a végjátékban sok dolog történt, nem akarok játékvezetőzni, lelkük rajta. Ez a két csapat játssza majd a döntőt? Remélem, hogy a vendégcsapat mindenképpen. Hogy a Jászberény ott lesz-e, ez csak rajtuk fog múlni. Köszönöm szépen. Milyen volt ez a mérkőzés belülről? Nagyon feszült volt. Egyébként szerintem nagyon sportszerű találkozó volt. Mind a két csapat nagyon fizikálisan játszott, a mélyeintől ez egy kicsit meglepő volt. Azt tudtuk, hogy ti fiatalok erre képesek vagytok. Én úgy gondolom, hogy egy teljesen kiérezett jó mérkőzés volt. Nem hiába van ez a két csapat a tabella elején. Gratulálok a Jászberénynek. Én úgy gondolom, hogy ezek a meccsek itt a B-csoportban is megmutatják, hogy itt a B-csoportban is lehet jó mérkőzéseket játszani többnyire magyar srácokkal. Én úgy gondolom, hogy sportszerű volt, feszült is volt, férfias volt. Köszönöm szépen, és további sok sikert nektek!